Azt tartom a legfontosabbnak, hogy több mint 5000 marcali ment el szavazni, mert ez egy nagyon nagy szám az elmúlt évek tapasztalatai alapján, és azt meg külön köszönjük, hogy az egyesületünk képviselőit választották a körzetek nagy részében, hiszen a 8 egyéni körzetből 5-öt megnyertünk, és a maradék 3 is olyan volt, hogy nagyon szoros eredmény született. Először is, mint a választókörzetről beszéljünk, ott hogy élted meg? Egy nagyon jó eredmény született. Én azt gondolom, hogy az ott lakók elismerték azt a munkát, amit az elmúlt 5 évben ott folytattunk, hiszen járdákat újítottunk föl, útépítések vannak folyamatban, a Berzsenyi Park megújult, tehát valóban a körzetben nagyon sokat dolgoztunk, és olyan fejlesztéseket valósítottunk meg, ami az ott lakók érdekeit szolgálta, és az ő véleményük alapján készült el, és ez szerintem visszaigazolódott ebben az eredményben. Ugye ez a testület október 1-ig regnál, és onnantól veszed majd át a város irányítását, de gondolom ez a lendület a nyáron is megmarad. Természetesen fejlesztéseket folytatni fogjuk, tehát már ezen a héten elkezdődik a munkaterület átadása a következő útfelújításokra vonatkozóan, illetve elkezdődik valóban a tömbelsőnek az átalakítása, ahol még a közbeszerzési eredmény kihirdetése van folyamatban, de ez is meg fog történni, és hogyha itt körbenézünk, akkor pedig azt látjuk, hogy a GAMESZ ugyanúgy világosítja az utcát, ahogy korábban ezt tette, és minden olyan városfejlesztési tevékenységet folytatni fogunk, ami eddig is megtörtént, hiszen mi nem kampányból dolgoztunk, hanem a mindennapjainkat folytattuk eddig is, és ezután is így lesz.